Kis kedvencüket is magukkal hozták azok az ukrán menekültek, akik nemrégiben érkeztek meg Siaugárdra. Az ottani katolikus egyház egyik vezetője vette fel a kapcsolatot a siaugárdi hívekkel, és kérte a segítségüket, hogy nyújtsanak menedéket az orosz-ukrán konfliktus elől menekülő családoknak. Jelenleg 12-en vannak elszállásolva a község paplakjában és a civil házában. A helyiek felajánlásával ágyakat, használati tárgyakat kaptak, hogy komfortosabbá tegyék az eddig alig használt szálláshelyeket. Biztosította a kommunikációt, és utána pedig már, amikor az internet is minden helységben létrejött, akkor ők is már tudtak az otthon maradottakkal kommunikálni. Ez nagyon fontos számukra, hiszen ott dúl a háború, és ez egy lehetőségük van szinte az, hogy az otthon maradottakkal kapcsolatba kerüljenek. Gerő Attila azt is hozzátette, hogy a családok ellátását most már rugalmasan meg tudják oldani. Hétköznap az önkormányzat konyháján kapnak melegételt, hétvégén pedig a község lakosai ajánlanak fel nekik ebédet és vacsorát. Hál' Istennek, hogy a lakosság az folyamatosan hozza az adományokat, ezen felül mi minden nap azért megkérdezzük, hogy kell-e valami, és azt kiegészítjük, vagy akár biztosítjuk is számukra. Nincs nagy kívánságok. Siaugárdon folyamatosan várják a felajánlásokat, amiket egyelőre a templom épületében raktároznak.